A tervek szerint legalább 25-30 évre biztosítja majd a templom áramellátását az üzembe állított napelemrendszer. A jótékonysági felajánlást Naszfadi Endre dombóvári vállalkozó tette. Az elmúlt évben az Ivanisdi átvételekor tettem azt a felajánlást a város számára, illetve hát az egyház számára, ami összefüggött Ivanics Antalnak a korábbi tevékenységével, ugye, aki az egyháznak díjmentesen szolgáltatott villamos energiát. Ugye ezt most megpróbáltam a mai korra lefordítani, és ugye egy napelemrendszert ajánlottam fel a templom számára, amelyik hát remélhetőleg egy 25-30 évig biztosítani fogja a templomnak az áramellátását. És ez egy évvel korábbi vállalás, és hál' Istennek mostanra sikerült megvalósítani. Az átadás alkalmával ünnepséget szerveztek. Dr. Kerekes László orvosigazgató köszöntő beszédében hangsúlyozta, az önzetlen segítségnyújtás mindig a közösség épülését szolgálja. Nagyon meglepődtem, hogy azért ilyen nagyértékű adomány nem éppen gyakran fordul elő, hogy felajánl valaki. Hát aztán persze nagyon örültünk ennek, és tulajdonképpen keresztény emberként a mai világban ez azt bizonyítja az én számomra, hogy nincs minden elveszve. Vannak olyan emberek, akik adakoznak, nem sokára egy haranglábszentelés lesz, harangszentelés a városunkban. Ez is bizonyítja, rengeteg adomány érkezett. És ez olyan jó a közösség számára, hiszen a közösség épül, fejlődik, egymást segítjük, és tulajdonképpen el is mondtam a köszöntőnkben, hogy jobb adni, mint kapni. Az apostolok cselekedeteiben is ez így szerepel, és a Bibliában több idézet is van az adakozásról. Nagyon fontos, hogy segítsük egymást, próbáljuk meg építeni a közösségeinket, és mindenki a lehetőségeihez mérten tudjon ehhez hozzájárulni. És köszönet mindenkinek az adományokért. Hegedűs János plébános arról beszélt, hogy a technikai alkotások megkönnyítik az emberek közösségi életét. Arra szeretnék utalni, amit a Szent Mise befejező imádságában egyrészt, vagy egyszeres, mint áldásként fogalmaztam meg, hogy Isten az, aki ránk bízta a teremtett világot, és a technika alkotásai által is könnyebbé, kényelmesebbé akarja tenni az életünket. Ő ad erőt nekünk, és ő ad képességeket embereknek ahhoz, hogy olyan alkotásokat hozzanak létre, amelyek aztán szolgálhatják az emberi közösség, adott esetben egy keresztény, egy egyházi közösség javát, mindennapi életét is. Hát ez történt most itt a templomunk kapcsán is, Újdombováron, hogy elhelyezésre és beüzemelésre kerülhetett, és most pedig felavatásra a napelemrendszer, ami, ahogy az adományozó is elmondta, bízunk benne, hogy sok-sok évtizeden keresztül fogja szolgálni templomunkat, és így közvetve a hívő közösséget. A napelemrendszer átadását a dombóvári búcsú ünnepén tartották. Ugye nagy boldogasszony ünnepe van, és az Újdombovári templom búcsúnapja ehhez az ünnephez kapcsolódik. Így ma egyszerre ünnepeltük az Újdombovári templom búcsúját, Szűz Mária mennybevételének ünnepét, és egyben ennek a napelemrendszernek a felavatását is, amiért nagyon hálásak vagyunk. Én magam is, mint lelkipásztor plébános, nagyon örülök neki, hogy megvalósulhatott, és köszönjük, hogy ez valóban megtörténhetett az adakozónak is, és mindazoknak, akik bármilyen munkával, szolgálattal ehhez hozzájárultak.